Kedves nézők, már is folytatjuk az ilyen belpolitikai beszélgetést. Most ezúttal Deák Dánielt köszöntöm, a 21. század intézető. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem fogunk előválasztani, illetve de egy kicsit előválasztunk. De mit gondolsz arról a feltételezésről, ugye, hogy most ekézik a Karácsony-Márki-Zay megállapodást, azok is ekézik, akik, hogyha mondjuk Jakab Péter jutott volna be a harmadik fordulóba, azt várták volna, hogy Jakab Péter az ő javukra lépjen vissza. Hú. Ezt sokszor elmondtam, hogy előre lehet tudni a végét, Karácsony fogják kihozni nyertesnek, az a kérdés összességében, hogy mennyire lesz erős maga Karácsony Gergely. Most kicsit gyengül a pozíciója, ez értelemszerűen azoknak, akik majd könnyebben szeretnék őt mozgatni, azoknak ez előnyös. Sokszor beszélnek arról, hogy Gyurcsány Ferenc nagyjából hasonló forgatókönyvre készül, mint amire ugye Megyesi Péterre is még 2002 és 2004 között. Nem látok nagyon nagy különbséget, annyi, hogy most sokkal nehezebb dolga lesz Karácsony Gergelynek, hogyha ellen akar állni mondjuk egy ilyen típusú nyomásnak, hiszen értelemszerűen, hogyha nem a saját programját fogja vinni, hanem Márki-Zay Péterrel közösen kell, akkor valószínűleg Márki-Zay Péter is akar majd helyeket a közös listán, akar majd minisztériumokat, tehát még inkább fragmentálódik, még inkább hát széttagolódik ez a típusú együttműködés, és hát az, hogy most itt ilyen üzengetések vannak, és úgy tűnik, mintha lenne konfliktus, pedig arról szól, hogy a második fordulóra így akarják az indulatokat felkorbácsolni, így akarják azt elérni, hogy egyébként az ellenzéki tábornak legalább ugyanakkor a része, mint az első fordulóban részt vegyen ezen az előválasztáson, hiszen ha most megnézzük azért a közösségi oldalakat, látjuk, hogy a DK-sok neki mentek ugye Márki-Zay Péternek, Karácsony Gergelynek, ez aktivizálja értelemszerűen azokat a ellenzéki szavazókat is, akik mondjuk Márki-Zay Péter meg Karácsony Gergelynek az oldalán vannak, és akkor ők is majd el fognak menni a második fordulóba. Éppen az a cél, tehát hogyha most mindenki nagy barátságban lenne, nem nagyon látnánk konfliktusokat, akkor a második fordulóban kisebb lenne az érdeklődés. Jó. De az nem lehet, hogy mégiscsak, hogy van komoly feszültség? Feszültség szerintem nincs, tehát a miniszterelnök jelölt szempontjából van megállapodás, 100%, hogy Karácsony lesz, elképzelhető, hogy annyira leamortizálja magát, hogy a végére egyébként mondjuk Gyurcsány meggondolja magát, és akkor azt mondják, hogy Dobrev Klárát akarják közös miniszterelnök jelöltnek, de az már nem a győzelemre készülő forgatókönyv, hanem az az ellenzékben maradásnak a forgatókönyve. De hogyha Gyurcsánynak még a fejében azon, hogy ők 22-ben kormányváltást akarnak, akkor mindenképpen Karácsony fogják az érre állítani. És hát azok a típusú helyezkedések, inkább így hívnám, pedig már arról szól, hogy a közös baloldali listán belül a helyeket hogyan osszák szét. Ugye Fekete Győr Andrásnak már volt egy konkrét kérése, ő azt mondta, hogy a listás helyeknek a negyedét a Momentumnak kell majd kapnia. Azért ez nem így lesz, tehát én ebben látok egyébként konfliktust ezek között a pártok között, hiszen a DK minimum a negyedét vagy 30%-át követelni fogja ennek. Egyébként, hogyha mondjuk Karácsony lesz a miniszterelnök jelölt, akkor az MSZP Párbeszéd is legalább ugyanakkor a részt követel majd, ott van a Jobbik, és akkor még nem beszéltünk az LMP-ről, nem beszéltünk arról, hogy Márki-Zay Péternek a mozgalmának is helyet kell szorítani a befutó listás helyek között. Tehát azért nagyon sok ilyen típusú kérdés van még, hát arról ne is beszéljünk, hogy akkor most melyik minisztériumot hova, kinek akarják felosztani, ugye, mert akarnak árnyékkormányt is felállítani, tehát azért még ott is várok azért komoly konfliktusokat. Egy párt legalább két minisztériumot akar. Most ugye ott tartunk, hogy már 7 pártnak vagy mozgalomnak az összefogásáról van szó. Hogyha ezt beszorozzuk 2, akkor már 14 minisztériumról beszélünk. Azért az nagyon, nagyon durva, tehát azért sokkal több minisztériumot kell majd létrehozni várhatóan, hogyha ők akarnak kormányozni, mint amennyi jelenleg van. Az előbb ugye említetted azt, hogy attól függ, hogy a demokratikus koalíció elnöke egy győzelemre, vagy az ellenzékben maradásra készül. Ugye jelen pillanatban azt mondják a kutatók, hogy hol az egyik oldal, hol a másik oldal van, ippeg a másik előtt. De játszunk egy kicsit el a számokkal. Mi történik akkor, ha mondjuk nagyon erős, döntetlen közeli lesz a végeredménye két oldal között? Tudnak-e a szereplők felülemelkedni ezen a mostani igen mély árkon, ami van a két oldal között,
De vagy kell-e egyáltalán, szerinted? Hát a parlamentben nem fog döntetlen helyzet kialakulni, mert ugye a 199 parlamenti mandátum van, azt nem lehet kettőből elosztani, akkor tört szám jön ki, tehát valamelyik oldalra legalább egy képviselő segítségével át fog majd billenni. Ez egy vagy a kettővel nagyobb, tehát erősebb frakció, az olyan, mint a semmi. Igen. Nagyobb lesz akkor annak a egy képviselőnek, vagy valamelyik képviselőcsoportnak a zsarolási potenciája. Tehát mindenképpen, hogyha mondjuk vagy a jobb, vagy a bal oldal egy mandátummal nyer, akkor onnantól kezdve akár az adott politikai közösségen belül is azért élesebbek lesznek a viták, sokkal könnyebben tudják zsarolni akár az aktuális miniszterelnököt, vagy frakcióvezetőt, vagy akár ugye a bal oldalon, hát most 6 frakció várható, hogy létrejön, akkor ott a legerősebb frakció, akár a leggyengébb is könnyen tudja zsarolni a többit. Hát azért egy ilyen forgatókönyv megvalósulhat, viszont azt fontos hangsúlyozni, hogy ugye, hogyha még a listán nagyjából ugyanannyi szavazatot is kap mind a két politikai oldal, az egyéni körzetek számítanak, mivel most az előválasztás kapcsán is nagyon jól kijött, hogy a baloldalnak a támogatottsága fejnehéz, tehát főként a fővárosra, vagy akár a nagyobb megyei jogú városokra koncentrálódik. Emiatt az egyéni körzeteknek a túlnyomó többségét még mindig a Fidesz tudja vinni, hiszen azoknak a többsége vidéken van, olyan kis falvakat magában foglalnak többségében ezek a egyéni körzetek, amelyekben a Fidesz elsöprő többséget tudhat maga mögött a legfrissebb felmérések szerint is. És hát azt tegyük még hozzá, hogy egyébként majd csak most fognak jönni azok a típusú intézkedések, amelyeket ugye Orbán Viktor bejelentett. Én ott is arra számítok, hogy ez például a kormányváltó hangulatot jelentősen csökkenteni fogja. Tehát akkor azt mondod, hogy annak minimális az esélye, hogy úgy összességében a parlament egészét tekintve nagyon közel legyenek egymáshoz az oldalak. De csak arra lettem volna kíváncsi, hogy képes-e bárki pontosabban a nemzet érdekében felülemelkedni ezen a jelenlegi helyzetben. Igen, ugye még az előző választásnál 2018-ban így voltak erről találgatások, hogyha mondjuk a Fidesznek nem lenne meg az abszolút többség, akkor kivel állna össze, kivel tudnak közösen kormányozni. És akkor mind a két oldalnál voltak erről. Voltak találgatások, akkor főként az LMP-t mondták, mint egy ilyen potenciális lehetséges partner mondjuk a Fidesz számára, de mindig az aktuális politikai helyzettől függ, tehát hogyha mondjuk olyan politikai szituáció alakul ki, én egyébként el tudom képzelni azt, hogy itt egy konszenzuális irányvonal indulna meg, de mondjuk a Fidesz esetében, hogyha mondjuk nem szerezne abszolút többséget a baloldal, senki nem tudna kormányozni, egy előrehozott választás lenne mondjuk a Fidesz számára az előnyös pozíció, hiszen értelemszerűen a Fidesz akkor tudja azt kommunikálni, hogy ők ugye egy egységes politikai közösség, egy egységes tömb, tehát ők stabilitást, megnyugvást tudnának jelenteni az országban, míg ugye a baloldal az inkább káoszt vagy aggodalmat okoz. Tehát ez a gyarapodás kontra marakodás, ez egy olyan hívószó lehet, ami egyébként a Fidesz palmára hajtja a vizet. Az, hogy gyarapodás kontra marakodás, szerinted a jelenlegi ellenzéki miniszterelnök jelöltek közül ki az, aki hitelesebben tudja, még ha nem is igaz, elmondani, hogy én a gyarapodó oldalnak vagyok az embere, és ellentétben a másik az a marakodó? Nagyon érdekes, mert ilyen távlatos víziót nem nagyon fogalmaznak meg ezek a miniszterelnök jelöltek, tehát ez egy ilyen komplex világmagyarázat az nagyon hiányzik. Ami feltűnő, hogy Karácsony az szinte teljesen elengedte, tehát ők kizárólag arra koncentrál, hogy most akkor a háttér alap új szülessenek, hogy akkor a legtöbb szavazót mögé be lehessen terelni. De egyébként Karácsony Gergelytől azon kívül, hogy váltsuk le Orbánt, ugye most azon a plakátjön, hogy én kellek ahhoz, hogy Orbán le legyen váltva, meg egy-két ilyen homályos vízió, hogy most akkor legyünk szabadok, legyünk gyarapodók, tehát ezek a nagyon jól hangzó, egyébként tartalom nélküli szlogenek, ezek hangoznak el Karácsony Gergely részéről, de ezen túl nem nagyon látunk semmit, és érdekes, hogy egyébként Dobrev Klára esetében látok én ilyen morzsákat, hogy legalább ők azért azt mondják, hogy
hogy itt, nem tudom, feles törvényekkel kell majd alkotmányozni, az Európai Unió iránt el kell köteleződni, euróbevezetés, tehát gyakorlatilag látjuk azt, hogy egyébként milyen világ jönne, hogyha Dobrev Klára lenne a miniszterelnök, és ez látszik is egyébként a DK-nak a támogatottságán, vagy Dobrev Klárának a támogatottságán, tehát senki nem gondolta volna, hogy azért ennyivel mondjuk Karácsony Gergely előtt lesz majd Dobrev Klára. Azért ez meglepő, hiszen azért azt hozzá kell tenni, hogy Dobrev az egyik legelutasítottabb magyarországi politikus. Karácsonyról meg azért pár hónapja még mindenki azt mondta, hogy ő lesz a baloldalnak a vezetője, mindenki úgy tekintett rá, mint egy ilyen megváltóra, és azt mondták, hogy ő mindenkit integrálni tud, mindenkit meg tud szólítani. Most már azért ez egyre kevésbé mondható el, tehát az elutasítottsága gyakorlatilag most már lassan ott tart, mint Dobrev Klárának. Hogy lehet hitelesen elmondani, hogy én ezt akarom, hogy elköteleződünk az Európai Unió felé, teljesen rendben van, ez kipipálható, bevezetem az eurót, meg a csupa ilyen mondatot, anélkül, hogy ez hitelesen alá lenne támasztva. Tehát előfordulhat ugye az, hogy ezeket mind elmondja, teszem azt, megnyerik a 2022-es választást, és azt kell mondania, hogy hát én ugyanezt ígértem, de hát nem most, majd x év múlva, akkor az nagyon gáz. Hát ugye azt mondják, hogy itt rögtön be lehet vezetni az eurót nagyjából, mind Fekete Győrarás, mind Dobrev Klára ezt mondja, de ezzel azt is elismerik egyébként, hogy a magyar gazdaságpolitika sikeres, mert azt ne felejtsük el, hogy az euró bevezetésének nagyon komoly feltételei vannak, kritériumai vannak. Tehát most, amikor azt mondják, hogy Magyarország most már be tudná vezetni az eurót, akkor az azt jelenti, hogy a magyar gazdaság jó állapotban van. Csak azt hozzá kell tenni, hogy például a magyarországi gazdasági szereplők nem biztos, hogy például az eurót szeretnék. Például ott van Dél-Korea, ugye ők is azzal operálnak, hogy van egy saját valutájuk, amit akár kicsit lejjebb tudják vinni az értékét, tehát el tudják értékteleníteni, de ez egyébként Dél-Koreának tök jó, mert pörög az ipar, egyébként az ország gazdasági állapota az erős, tehát egy erős, stabil országról van szó. Tehát maga a pénznemnek az aktuális árfolyama az nem azt jelenti, hogy most az országnak a gazdasága is éppen úgy mozog, úgy alakul, hanem ott azt tártják jónak a gazdaságpolitikai szereplők, hiszen így tudják a gazdaságot működőképesen fenntartani, folyamatosan egyébként ösztönözni a vállalkozókat arra, hogy befektessenek, és hát Magyarországon is ezt látjuk, hogy egyébként mondjuk a német cégek, vagy a bármelyik magyar cég is, amelyik mondjuk külföldi piacra termel, hát nekik tök jó, hogy a forintnak az árfolyam mondjuk most 350 mondjuk az euróval szemben. Mert igen, 350, igen. Hogy a magyar, csak gondoljunk egy magyar cégre, amelyik mondjuk külföldre, euróban adja el a termékét, legyártja ezt a terméket, elviszi, nem tudom, mondjuk Ausztriába, és ott egy X összegért eladja, de azért ugye rengeteg forintot kap, amit egyébként itthon jól el tud költeni, és a vásárlóelő paritáson egyébként tök jó értéke van. Tehát nem biztos egyébként, hogy a gazdasági szereplők támogatnák azt, hogy most itt vezessük be az eurót, mert az egyébként Magyarországnak a versenyképességét rögtön tacsra vágná, és nem lenne olyan 7-8%-os gazdasági növekedés, mint amit most várunk. Értelemszerűen az egyensúlyt meg kell találni, tehát az sem jó, hogyha hatalmas az infláció, és akkor elértéktelenedik a pénz. Most erről azért nincsen szó, magas értelemszerűen az infláció egy ilyen válság időszakban, de egyébként az eurózónában is rekordmagas infláció van, tehát ez a kettő nem függ össze. A kérdés az az, hogy most a válság utáni időszakban, amikor ugye megint az a felfelé ívelés, akkor ezt az inflációt le lehet-e majd szorítani. A sejrek szerint le lehet szorítani, és ugye a nyugdíj emelés, a SZIA visszatérítés, meg az egyéb ilyen típusú intézkedés, és pedig azt a célt szolgálják főként, hogy ezt a megnövekedett inflációt a hétköznapok szintjén olyan nagy mértékben ne érzékeljék az emberek. Hát igen, az inflációs adatokat érdemes lesz nézni mondjuk késő télen, kora tavasszal, mert akkor azok egy kicsit hamások lesznek, azok már persze a jelenlegi kormánypártoknak lehetnek valamilyen szempontból hasznukra a választás során. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, és rövidesen fogjuk folytatni. Köszönöm.